Az 1970-es évek óta működik mai formájában a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. 1976-ban osztották ki először a híres magyar gyógyszerészről Kabay Jánostól elnevezett díjat. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal idén már a 37. átadó ünnepségre került sor, csütörtökön a nyíregyházi Kródi moziban. Ezt az elismerést a megyei közgyűlés határozata alapján azok a tagtársak kapják, azok a megyében élő műszaki természettudományos területen kiemelkedő tevékenységet végző kollégák, akik a megye érdekében, az oktatás érdekében, a tudományos kutatás területén és a gyakorlati munkájukkal rászolgáltak, hogy tevékenységük alapján a Grénium ezt a díjat részükre megítélje. A múltban építészek, közgazdászok, mérnökök is megkapták az oklevéllel és Kabay János arcképével ellátott emlékplaketten járó elismerést. Idén két jelenleg is aktív kolléga érdemelte ki a díjat. Veres József a Feti vízigosztályvezetője közel 30 éve dolgozik a vízkészletgazdálkodás és környezetvédelem területén. A térség vízvédelmi kérdéseivel foglalkozik annak érdekében, hogy az itt élők megfelelő minőségű ivóvízhez juthassanak. Ezzel párhuzamosan sokat gondoltam és sokat gondoskodtam arról, hogy a környezeti elemek védelmével is aktívan foglalkozzak. Én úgy gondolom, hogy itt a megyében nagyon fontos az, hogy a vizekkel foglalkozunk, hiszen itt a elsődleges megélhetési formák, például a mezőgazdaság, nagyon indokolják, hogy ezeket a készleteket gondozzuk, a gazdálkodóknak megfelelő készleteket biztosítsunk, az embereknek ivóvizet biztosítsunk, az üdülni, pihenni vágyóknak viszont megfelelő fürdővizet biztosítsunk, az ipari üzemeknek, az ipari termeléshez szükséges vizeket tudjuk biztosítani. A másik díjazott Tarján Péter pedig a nagy energiás fizika területén végzi tudományos munkáját. Ezek tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy miből áll a világ, a világ legelemibb építőköveit, részecskéit keressük, és az ezek között működő kölcsönhatásokat próbáljuk feltárni. Ennek hétköznapi életre leszivárgó, közvetlen leszivárgó folyamányai egyelőre nincsenek, később esetleg lehetnek, mint ahogy korábban a 19. században az elektromosság tulajdonságai, az is alapkutatásnak minősült, ma már azért egészen sok alkalmazását találtuk meg. Az elismerés átadását követően a díjazottak előadásuk keretében a közönségnek is bemutatták kutató munkájukat.